gyere csak gyere hello Itt it it lennék, köszi! Ennyi, ennyi! <laughs> Szia, szia, imádom ezt a kritet, nagyon szeretem. Nyilván, amikor engem ölnek meg vele, akkor annyira az én nem, tehát, hogy akkor egy kicsit kevésbé szeretem, de értétek, ez <laughs> két oldala van mindig a dolognak. Üdvözlök, itt a is ez itt a következő TF2 videóm, amiben pasztáimozni fogok. Hogyha emlékeztek, akkor régebben már csináltam ebből a játékmódból egy videót, viszont annyira nem voltam oda a játékmódért, tehát egy ilyen kis felejthető kis átlagos játékmódnak tartottam. Most a Meteor Match Update után kijött a bétából, úgyhogy mostantól egy teljes értékű fullos játékmódként lehet rá tekinteni, gondoltam megint kipróbálom. Igazából most rá bejátszottam valamint a játékkal, mert van egy achievement, hogy nyári a 10 kört, vagy meccset, vagy valamit igazából, és azt megcsináltam, úgyhogy igazából játszottam valamennyit, és nem tűnik olyan rossznak, de gondoltam, hogy most videóban is idejövök, és megnézzük is pontosan, hogy működik a dolog. Oké, okay, visszük a labdát, visszük a labdát, ott van föl, nézzétek, szalad, szalad! És, és lelőtte egy szniper. <laughs> Igen, nagyjából mindig ezt történik a labda-vívővel. Igazából én azt vettem észre, ó, oh, bevittük, azt az mondjuk mellő, azt tetszik. <laughs> Igazából azt vettem észre, hogy én, én inkább az a gyerek vagyok, aki védi a labda mert amikor én visszam a labdát, akkor az f 2 ott szaladnak mögöttem, és nem igazán tudnak megvédeni az ellenségektől. Úgyhogy én ott állok szépen, megvédem őket, és akkor lesznek jók kis gólok. Úgyhogy nekem olyan nagyon sok gólom nincs eddig, párat lőttem én is persze, de. Igazából inkább azt a szerepet vállalom el, hogy védjem a labdavívőt, mert az úgy valahogy úgy jobban a kezemre áll. Nekem egy kis HP kéne, köszönöm szépen, oké. Okay. <laughs> Remélem, hogy ott lesz, is, már előre megköszöntem. Gyere, Scout! Igazából... Ebben a játékmódban csak négy kasztal szoktam játszani összességében. Ó, ötös de alig, alig látszik, de nem baj. Ja, azt még nem találtam ki, hogy ez a felső ikon az ott mi. Tehát ez a csík, ami ott néha mozog, balra jobbra, nem, nem tudom, mit ábrázol, úgyhogy... <laughs> ha valaki azt tudja, akkor nyugodtan írja a kommentbe, és megköszönném neki. Tehát nagyjából négy kasztal szoktam ebben a játékmódban játszani. Az egyik a scout nyilván, mert hát igazából az alap kis ez a játék az mindenki azzal játszik. A másik a Spy, a harmadik a Direct Hit Soldier, nem a sima Soldier, a Direct Hit mert ugye mindig van egy pár olyan gyerek, aki beépítkezik a kapuköri engine és akkor valamit azért tenni kell az ellen, úgyhogy <laughs> el szoktam hozni a Direct hit -et. A negyedik pedig az Engineer, de én nem, nem, én, én nem a kapu építkezek be, hanem hozom a Videomaker-t, nem, nem a lila bőrű sniper az Overwatch-ból, hanem tudjátok, van egy Vidomékörű fegyver a tf 2 bizonyára mindenki tudja. Azt hozom egy miniszentrit is elhozok, és akkor ott a bálya közé Pontján. úgyhogy ez ugye eléggé fán szokott lenni, majd lehet, hogy ebben a videóban is benne lesz, de most egyelőre scoutozok. Ugye, mivel kijött a játék bétából, ezért nyilván már vannak benne változtatások, úgyhogy például, hogyha sok ember együtt van a labdával, akkor olyan ilyen bónuszt kapnak, vagy valami ilyesmit, amint hogy gyorsak lesznek, gyorsan lőnek, meg hílelődnek, és úgy igazából eléggé menő. Én a labda odaadom neked, öcsi, és szerintem meg is öllek, mert beledobsz, be hallod? <laughs> Nagyon szégyeltem volna magam, hogy adom neki a labdát, és innen bedobja, ami elég kicsi esélye rendelkezett, de akkor is me meg, volt rá lehetőség, úgyhogy akkor úgy szégyeltem volna magam. What the hell? Oké, okay, hát akkor nem menj arra tovább, én, megszaladok tovább dolgomra, oké? Okay? Hát nem tudom, mit azzal a scouttal, de... De meghagytuk egymás életét. Ne veled viszont nem fogjuk, gyere ide! Ne ütökes, ne ütökes! <laughs> Nem tudom, mi van ezek a scoutok. Az egyik rám támad a közelharciával, a másik elengedi elve. Ig igazából nem, szerintem ő volt volna meg, mert én kezdtem a lövést, és már kettőt belevittem, amikor még egyet se, úgyhogy. Úgyhogy mind mindegy, értitek. <laughs> Viszik a labdát, de már nálunk is van, úgyhogy nagyon menő. Oké, okay, megint ott a skillszerű gyerekek. Megy ez. Mondom, hogy inkább a biztosító ember vagyok, a biztonsági őr is, valaki lő is, nem is tudom, hogy ki, de, de fogyott a hp úgyhogy <laughs> egy kicsit megijedtem. Itt most ilyen valaki? Val Wow, szegény Hevi. Úgy <laughs> ez fontos, de meg is nyertük az első kört, úgyhogy nagyon menő. Gyere ide Heavy, gyere ide! Ennyi, ennyi. <laughs> hát én igazából góllal egyáltalán nem segítettem a csapatot, de a statommal igen. Tehát hogy én voltam az a gyerek, aki véta a, a, labdás gyereket. Nézzétek meg, 13-2, ez, ez, nyilván azt jelenti. Egyébként ezen a pályán van a titkos achievement, amiről írtam a Steam de ezen az ajtón kell bemenni. Igazából eléggé bonyolult, hogyha, hogy kell megcsinálni, tényleg nagyon bonyolult, most nem is tudom elmondani igazából, de ha rákerestek ilyen Steam, nem Steam, hanem TF2 tutoriálok meg ilyen dolgok között, akkor biztos, hogy megtaláljátok, és akkor ti is meg tudjátok csinálni, hogyha szeretnétek. Annyi a lényeg, hogy kell hozzá 9 ember, úgyhogy arra úgy hogy azért, hogy készüljetek fel, úgyhogy... <laughs> de megéri, mert ad csapkát, ad csapkát gyerekek, úgyhogy minden egyes percet, minden egyes fáradtsággal töltött kis időt megér. Hát igen, beestem, de a heavy elé elég kevés hp val úgyhogy nem láttam túl sok esélyt rá, hogy itt most túl éjek. Igazából szerintem váltok egy kasztot, mert nem azért, mert nem megy, hanem eléggé azért úgy, rendes otthon van, de nézzük meg a többit is. Például igazából spy elég eléggé ritkán vagyok ebben a játékmódban, de néha azért úgy működik. Például az a heavy eléggé ügyesen hátba tudom szúrni, te, te ez spy vagy esetleg? Nem. Akkor mi csinálsz itt? Vedd elő szépen a sniper fegyvered is, és nézz a messzeségbe mit <laughs> hát mindegy, én megyek, én megyek tenni a dolgomat, hát nem mint az a sniper. Tehát igazából ez a spyos arra is jó, hogy le tudom szúrni azt a heavy meg esetleg scoutokat is, hogyha nagyon bénán viselkednek. Meg ugye az engineer is tudok kezdeni valamit, hogyha esetleg van. Bár még nem láttam, hogy lenne engineer mi miért halltam meg egyetlen levéstől? <laughs> Értem, hogy spájként kevés hp van, de ez, 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 durva volt. Nekem kell egy kis felkészülési idő, jó? Tehát egy meglőttük, és egy kicsit később halljak meg, tudjátok? <laughs> nem baj, megyek még egy pár Életet vele? Tehát, hogy igazából még nem látom, hogy van -e engine Biztos van egyébként, mert nincs olyan pastime játékon, legalább egy engine nekünk is van. Igen, nekünk is van egy darab, úgyhogy igazából biztos, hogy van nekik is, de, de még nem látom, hogy igazából ez még nem egy teljesen bizonyított tény, de én, én hiszek benne. Ez, ez, egy legenda egyelőre. De igazából szerintem én, én most át is megyek a másik oldalára a pályának is és megnézzük, hogy vajon igazam van-e ebben a legendában, vagy, vagy hát annyira nincs. Ez, ez eléggé hamar ki fog derülni. Hello, hello, hello. <laughs> imádom ezt a kritet, imádom ezt a kritet, az már nem jut össze, és én a scout, én a scout, én a scout. <laughs> Oké, okay, hogy meg ügyes vagy. Igazából visszaálltam scoutba, mert itt most rengeteg ellenséges scout van, hogy igazából spy-nak nem igazán van értelme, és folyton csak meghaltam, úgyhogy visszaálltam scoutként, hogy tudjak ellenük harcolni. Tehát egy random soldier, meg egy. Ott, ott az engineer, ott az engineer gyerekek, láttátok, ott volt az engineer, valahol van építkezése is, úgyhogy én nem tévedtem, a legendám igaz, itt a scoutok előbb hogy ott elmenni. Vagy igazából megmentett a saját magát, ez még, ez még kérdéses. De most nem tette azt, úgyhogy igazából szerintem mégis csak úgy áll a háború köztünk. Gyere ide! Gyere ide! Gyere ide! Gyere! Oh, oké. Okay. E eltalálok, eltalálok előbb-utóbb. Mennyi nem éppen mással harcolok, nem ne 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 látod? Ez scout skelutetiket, ha látod, hogy valakivel egyvé akkor hogy békénézzük. Igazából nem, ezt most láttam ki, de <laughs> értitek, jó lenne, ha valami ilyesmi létezne. Gyere, Heavy! Gyere! Oh, ne! ne. Oké, és. Oké, működik a dolog. <laughs> nem szeretem, amikor éppen harcolok is valaki, nekem basszai a labdát, akár hogy ellenség, tehát hogy <laughs> érted, hogy azért vannak ilyesmi pillanatok. Mid a labdát, hát ha nincs engine, igazából láttuk, hogy van, de vidd, vidd, ott ott az engine. Nem, nem engedem, nem engedem, nem engedem. Oké, okay, bevittük, és már 2-0, úgyhogy igazából nem tűnnek olyan bénának a pirosok, de valahogy nem igazán koncentrálnak a gólszerzésre, úgyhogy szerintem emiatt állnak ennyire veszélyesre. Oké, okay, ez az, az a Soldier, az furcsa volt. Itt egy Spy. Itt nem, wow. <laughs> hát minden gyerekek. Én, csak örülök, hogy ez egy, egy, egy csapattárs. Gyere, Heavy. Gyere, Heavy. Gyere. Bum. Ú, de, hirtelen hátra fordult. Ú, de hirtelen. Oké, <laughs> oké, okay, okay, gyere, Scout. Be van töltve a fegyverem, úgyhogy készen állok rá. Gyere, gyere, gyere. Oh, itt egy pályról. annak nem örülök, annak nem örülök. Ne? Meg fogok halni, meg fogok halni. <laughs> micsoda, 1v1, de, de, oké, okay, megöltem a pályrót, én tudom, meghalok, az nem baj. Nem baj, gyerekek, én megöltem a pályrót, úgyhogy <laughs> én a becsületemmel tiszta vagyok, hogy vagy valami ilyesmi. Értitek, én, én megöltem azt a pályrót, úgyhogy cool gyerek vagyok. <laughs> Ó, gyere csak. <laughs> Igen, azt is hozzátok a játékhoz, hogyha nálad van a labda is egyedül vagy, tehát nincs senki a közeledben, akkor mindig kriteket kapsz. Úgyhogy ez igazából szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos újítás, mert ez arra ösztönöz az embereket, hogy ne egyedül vigyék a labdát, hogy eddig mindenki tette igazából, hanem szépen csapatba együtt, egy nagy csoport, úgy együtt bevigyék a labdát, mert akkor is sokkal hatékonyabbak, ami igaz is egyébként. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó újítás, és örülök, hogy ezt így bevezették. Itt szóval a scout is mind, mind a rohanunk, hogy megöljük. Gyere csak, gyere csak. Úgy mekkora csöpzett, mekkora csöpzett. <laughs> nem baj, más iszkaut kivégezte, de én, én, lehet, hogy meghaltam volna ott egy egybe Oké. Okay. Nem. Mindig leveldezik, és senki ellenség nincs az elben, úgyhogy egy kicsit pánikus volt a helyzet. Figyelj, figyelj, ott van, leszedem a minikrittel. Minikrit, minikrit, minikrit. Meg, meg lesz az gyerekek. Oké, okay. ó, nem is én öltem meg, de nem baj, segítettem benne, úgyhogy azt hiszem rendben is vagyunk. Itt van egy heavy, akit nagyon nagy előszeretettel ölök meg. Mindent belopnak, mindent belopnak. Mind, belopnak. mind, mind a gyerekek az nem számít. A lényeg, hogy meghal, de értitek azért, hogy én is ölni akarok. Tehát, ne, nem mint azért nem lenne 20, 25 killem, úgyhogy értitek azért. Vannak itt dolgok. Nem, nem tudom miért, de utána megyek. Én, én meg akarom ölni. Gyere csak, gyere! gyere hello, én, itt, itt lennék, köszi. Ennyi. Ennyi. Szia, szia! Imádom ezt a kritet! nagyon szeretem. Nyilván, amikor engem ölnek meg vele, akkor annyira az én nem, tehát hogy akkor egy kicsit kevésbé szeretem, de értétek. Ez Két oldala van mindig a dolognak. Gyere! Itt van egy spáj is egyébként. Gyere! De, nem? De mit csináltál itt akkor? Ő, ő barátod volt? Le, le lett valakinek megölt a barátját. Hevi, nézd meg, mi történt itt, nézd meg! Bűncselekményt követtem el! Nem, őt nem zavarja, hogy látom. Hát akkor szerintem lemegyek, és megölöm. Meg is halt. Megölte a sniper. Hát minden gyerekek, a lényeg, hogy meghalt. Hello? 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 Nem, nem, így kicsit nehéz. Tehát alapvetően el kéne találni az ellenséget, aztán pedig kéne töltényed rendelkezni a, a tárban. Áó, oh. <laughs> néha vannak olyan pillanatok, amikor nagyon nem tudok célozni. Ne nem, tudom, mitől van egyébként, de néha, hogy Isten király vagyok, nagyon-nagyon durván Isten király is, le kéne előttem is isteníteni 24 órán keresztül. Máskor pedig ez történik, és nem igazán találok el senkit, úgyhogy <laughs> általában én szoktam kiállni scoutból, és beállok mondjuk soldierből, vagy ilyesmibe, és akkor úgy egy kicsit jobban működnek a dolgok. Látod azt a gyors hevét? Szerintem az a labda bónusz része. Tehát nekem is volt olyan, hogy hevivel felpörgetve a minigánt. Tudjátok, milyen lassú hevé, amikor fel van pörgetve a minigánja. Úgy szaladtam. Szaladtam keresztül a pályán a labdával együtt. Úgy ez nem tudom, -e, vagy ez egy, tényleg egy feature a játékban, de, de né néhány nagyon gyorsan lehet menni a labda körül, úgyhogy... <laughs> ha, ha, ha bágok, akkor, akkor vicces és remélem javítják egy idő után, ha nem, akkor pedig igazából egy érdekes kis feature, úgyhogy azt is úgy ki lehet használni. Reméljük, hogy a célzásom az rendbe jött. Megölöm az jó, szerintem átalak másban, mert most. Ó, a sniper befejezte a munkámat, láttátok? De szerintem álljunk át mert most láthatóan kicsit úgy tönkrement a dolog. Tönkrement a scout. Az eg egész kaszt tönkrement, úgyhogy <gül> <gül> egy kicsit váltsunk. Igazából most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy nem direct hitet hozok. Tehát, hogy olyan sok engineer nincs. Igen, én, én most hozok egy. egy. Uh, hmm. Ez egy érdekes kérdés. Jó lesz egy kis alap igazából, tehát hogy most semmi különlegesre nem vágyom. Tehát igen, általában a Soldier Elben a játékmódban direktítet hozzak, mert mindig vannak ilyen hatalmas level 3-as állomások a, kapuk kapu körül, de most igazából úgy néz ki, hogy nincsen, úgyhogy azt hiszem ezzel is bőven elégedett leszek. Meg úgy eléggé sok scout van az ellenséges csapatban, úgyhogy sokkal jobb, hogyha es esetleg könnyebben eltalálom őket a rakétáimmal, mert az úgy mondjuk segített. Például itt is ilyen rögtön egy. Oh, a krit, a crit, gyerekek. <laughs> Ére random is. Nem, Mind mindenki olyan spájosan viselkedik. <laughs> Figyelj, a heavy rá fog sétálni a, a... nem? Azt, azt hittem. Ja, én, én rásitáltam volna helyében. Gyere! 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 Ne! Ne! Oké. Okay. <laughs> Egy e, e, kicsit kínos lesz volna, ha nem ölöm meg, de sikerült úgy, hogy nincsen semmi gáz. Hol a labda? Ott van is, nálunk van és 3 0 vezetünk, úgy igazából semmi problémát nem látok. Gyere, sniper! Láttam, hogy engem akarsz. Láttam, hogy engem bámultál. Hova tűnt? Meg, meghalt? Mit mi tudsz róla mondani? Én nem tudom, elteleportált, el el létezni. <laughs> Ó, ott, ott van, <laughs> Jó, hogy az a durva lett volna, hogyha lelő, miközben repülök. Nagyon szeretnék úgy megoldani valakit sniperrel, hogy repülés közben. Nagyon szeretném ezt megcsinálni. De az majd egy másik videóra marad, mert most itt szerintem ez így elég volt. Igazából itt voltunk a pasztályomban, és annyit tudnék mondani, hogy ez a játék még mindig egy kicsit olyan, mint régen. Tehát, hogy van, van egy ilyen pár játékos, aki foglalkozik a labdával, de a többiek csak ölik egymást, meg ilyesmi. igazából szerintem ez még mindig egy ilyen átlagos, egy picit átlagon fölötti játék múltanán. Tehát, hogy fan meg minden, de igazából semmi különleges, úgyhogy ennyi maradt az a játékmód, de tényleg, tehát nincs vele baj, ez egy nagyon jó kis játékmód, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani. Remélem tetszett a videó, sziasztok! És szerintem még jövünk ide játszani, mert ugye mondtam, hogy szeretnék meg valakit a repülés közben, úgyhogy <laughs> azzal mindenképpen próbálkozni fogunk. I igen, kész vagyok ezzel. Complete! oké, oh, oké, okay, okay, sikerült, sikerült leadni a küldetést. Jó, hát én ezt meg nem tudom, oda Most kaptam valami itemet. Hú, uh, mennyi mindent kap akkor én felveszem ezeket. Ah, felvettem egy pár dolgot. Igazából nem tudom, hol kell megnézni, hogy pontosan mi van rajtam, és mennyi, mennyi